A 15-18 éves korosztály vetélkedett az országos ifjúsági szólótáncversenyen a Forrásban. A döntőt három válogató előzte meg. A közel 200 jelentkezőből a legjobb fiú szólisták és párosok két korcsoportban mutathatták be tánctudásukat. Már a néptánc látszólag férfi központú, tehát melyik férfi él meg nő nélkül? Hiszen a páros táncokban ugye a nőnek ugyanolyan fontos szerepe van, mint a férfiaknak. Talán láthatatlan az a szál, ami összeköti ilyenkor a férfiakat és a nőket, de a férfi vezetésével a nők számára ugye azt kell megtanulni a férfi, tehát a páros táncoknál, hogy ők tudják és képesek legyenek a férfi minden rezdülését követni. A fiú szólisták rábaközi seprűtáncot és dust is bemutattak, a párok pedig többek között Szanyi lassú és friss csárdást jártak. Ezen kívül a szabadon választott táncnál egy-egy másfél-két perces improvizációval léptek színpadra a fiatalok. Itt a kötelező anyagon kívül bármely tájegység táncából választhattak. Rebeka és Balázs nagyecsedi magyar csárdás is frissel készült a versenyre. Mindketten már régebb óta foglalkozunk, és mindkettőnknek a szívünk közepébe van, és elég sok ismerősünk és barátunk van onnan, tehát evidens volt, hogy ezt fogjuk választani. A verseny végén a legjobb lánytáncosok gyöngygalléros, a legjobb fiú táncosok pedig ezüst pitkés táncos címet vehettek át. Ezen kívül a felkészítő pedagógusok munkáját is értékelték. Mi magyarok nagyon tehetségesek vagyunk a táncban, és különösen a magyar néptáncban. És olyan lelkesedés és olyan hangulat van ezeken a fesztiválokon is, például ma itt Egerben, de az egész táncház mozgalomban, a tánc mozgalomban, hogyha e köré ezzel a kapcsolatba kerülnek a fiatalok, akkor jó eséllyel behúzza őket, de ez hozzátartozik a nagyszerű tánctudás és a nagyszerű táncpedagógusok, akik ezeket a fiatalokat felkészítik. A táncverseny gála műsorral zárult, ahol a díjazottak a szabadon választott táncukat mutathatták be.